első kötetem az albérleti szobák 1966-ban, amit nagyon, nagyon szívesen fogadott tényleg a, a szép kiadó. Szeretem is azt a kötetet, abban egy-két könyvtárosi élmények, egyetemi élmények dominálnak. Jobbnak tartom az utána következő kötetet, az Isten tagadót. Ez szerintem az egyik, egyik, legjobb közetemnek tekintem. Ha elég alaposan nézzük, és elég, elég mélyen is differenciáltan próbáljuk megnézni, akkor nincsen átlagos szinte. Különös csoda tulajdonképpen mindenki. Szóval én nem, nem a hol vannak azok az oszlopok, ez valójában 56, és az 56, 56 várása, az új kiadásának ezt a címet is, ezt az alcímet adtam, hogy a Sámson félelmei. Akkor biztos, hogy nem engedték volna amikor megjelent. Ez talán egy kicsit azt a perspektívát is, hogy mondjam, erősíti, erősíti, amelyikben én szeretném helyezni ezt a, ezt a könyvet ezt a könyvet hogy ez a, a sámsont, amikor vak sámsont, amikor Elviszik a Elviszik a és amikor már a újra a, a haja haja, és elviszik egy ilyen nagy népünnepére, ahol mindenki szeretné látni, hogy ezt a nagy néphőst, néphőst, hogy mi történik, hogy, milyen, hogy játszanak vele, és hogy, hogy, milyen eset elmegy oda, és akkor ugye egy két ilyen kísérője, vagy egy kísérője van, és amikor beviszik ebbe az óriási terembe, terembe akkor ezeket a, a kísérőit kérdi, kéri, hogy Hol vannak azok az oszlopok, amelyiket, amelyiket megragadhatok, és amikor megragadja ugye ezeket az oszlopokat, akkor összedönti az egész épületet, és akkor sokkal több ember, sokkal több ellenség, Filiszteus pusztul el ebben, a, ebben az utolsó mozdulatában, mert ő maga is ugye természetesen elpusztul mint egész élete során, egész ugye, nagy, nagy hős és nagy, harco, nagy harcos, volt, és úgy, ére, én úgy éreztem, hogy, hogy ez a könyv, ez a könyv is pontosan, pontosan ezt a fogást keresi, és én merem, merem remélni, vagy remélem azt, hogy valahogyan talán ez a, ez a könyv is hozzásegített ahhoz, lehet, hogy másokat nem, egy-két olvasót talán igen, engem biztos, biztos ahhoz, hogy valahogy jobban lássam ennek a, ennek a borzasztó rendszernek a, a szörnyűségeit, és valahogy egy kicsit nyilvánvalóvá tegyem tegye azt, hogy valahogy ez a kötelességünk nekünk is, hogy ezt az oszlopokat megkeressük, hogy melyek azok, amelyeket itt nekünk meg mert utána talán mégiscsak, mégiscsak jobb valami jön. A további is az nem természetes a kultúránál, szóval ezt éppen ezt itten leírom. A kultúrák elhaltak, meghaltak, meghaltak, elpusztultak. Ez egy, ez egy isteni kegyelem, hogyha valamelyik kultúra, kultúra megmarad. És hogy maradhat meg? Csak akkor maradhat meg, hogyha csak azokat tekinti alkotóelemének, és azt, azt hogy mondjam, támogatja, amelyik. Amelyik ezt az életet toli. Az életet pedig a közösségben van. Ha valaki ezt igazán megérti, akkor szinte nincsen probléma arról, hogy mi az, amit én nekem, én nekem támogatnom kell, és mi az, amelyikkel nekem szembe kell fordulnom. Reményem talán az lehet, hogy az emberek tényleg megértik azt, hogy csak is a kultúrának ilyen szemlélete, gyakorlása, tarthatja meg a mi közösségünket is. amikor valahol érzik, hogy itten élet van, és itten itt érdemes valamit csinálni, mert ennek van valami értelme, abban a pillanatban az emberek megváltoznak. Hogyha ilyen közösségek tudnának kialakulni az országba, akkor, akkor van remény arra, hogy nem tudom, tényleg az élet vagyunk.